Köszöntöm Ivkovis Tojánt, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetetjét. Köszöntelek és gratulálok magam és munkatársaim nevében. Én is üdvözlöm mindenki. Köszönöm szépen gratuláció. Mikor és hogyan tudtam neki, hogy kitüntetnek? Hát úgy, hogy egy nap a feleségem Ivkovis Nébéres témjá jött, és mondta, hogy jött a minisztérium, vagy parlament, vagy level, hogy elfogadom a, ez a lehetőség, hogy kitüntetnek. Arra megmondom, hogy aludtam egy éjszakába, mert ugyanaz, mikor mesteredző lettem, még számom ez a legnagyobb dolog, hogy a, mert ezzel a mesteredző kiválasztanok a 5-6 leg legnagyobb neve Magyarország az edző között, még olimpikonok, többi sportágok, nem a kosárlabda kötő. Ez volt ez a másik lépcső, én úgy gondolom, lezárás melyik sok dolog az embernek meg kell átgondolni, meg kell a kordatba tartani magával, meg kell felelni és a felelősség vállalni, nem csak a magamra, a családék, a kosávő, az egész országék. Amikor Sem... aludtál rá egyet, és felébredtél, akkor milyen érzés volt? Hát nagyon, nagyon jó, mert ez nem a Kosálga társadalom, nem a haverokodnak. Neked ez valahol valaki terjesztette, utána jártam, nagyon sok vannak a döntés hozok, meg minden, is vége úgy jut ki, hogy a magyar válogatott, meg az én személyem, meg minden, mit volt a körülöttem utolsó, több mint tíz egy nagy, nagyon pozitív irányból vitte a fiatalok sorból meg az egész magyar kosárlabda, meg sok öröm okoztunk az embereknek. Úgyhogy én úgy gondolom, ha úgy tekintsük vissza, ez én nem azt mondom, hogy én kaptam, hanem mi kaptunk. Elvileg a mi benne van a kecskemet is. Azért sok ember van mögöttünk, mellettünk, velünk, kinek köszönhetünk ö, ilyen dolgai. És köszönöm. Aki téged ismer, az úgy képzeli az életedet, hogy egy egyenes van fejlődés, és csak a siker sikerre következett, pedig biztos, hogy voltak buktatók. Azokon hogyan tudtál átlendülni, mert ez sokaknak segítség lenne? Hát én a mentalitásban nálunk, itt a Magyarországon van egy rossz dolog, még nálam, hála Isten, másképpen a, 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 a nőtem. Én csak jó dolgaiba kapaszkodom, és csak jó dolgai, jó dolgaiból felébredek következő nap. Mondjuk egy példa, van egy sétalom az utcában, száz ember azt mondja, gratulálok aranykereszt, egy ember azt mondja, de hülye vagy, te nem érdemelsz meg. Az ember kivel fog foglalkozni? Alapvetően az ember hazamegy, és az egy ember kiemeli. Nem? Nem azt mondja, hogy százon gratuláltak. Úgyhogy én úgy kudarcok, meg a minden ember a, úgy gondolom, van a saját démonjai, a saját hullanvasútok, meg minden abból, ha pozitíven áll, és a pozitív dolgaiból kapaszkodik, arra abszolút a pozitív illete lesz. Biztos, hogy voltak nehézségeid, kik voltak a segítőid, mentoraid, akik átlendítettek? Mert jó, hogy egyedül megoldunk sok mindent, de néha jó esik egy simogató lökés is. Ha ember tudja, hogy ismeri mi kell, mint a család, mi elég ilyen zárkozott élet élünk. Van egy nagyon jó családom, van egy jó baráti köröm, melyik nagyon szők, csak nagyon jó, és ők ez a kapaszkodók. mert megpárosolt abba, én nagyon felnézem a kecskeméti polgármester azt, kecskeméti városvezetők vannak jó pára, még sikeres emberek a privát életben, mert a minden embernek kell egy vezér és egy vezető. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a kör, ki, ki mellettünk van, mellettem van, ha megnézzünk, azért a, én sok segít, segítséget kaptam a kosárlabda társadalomból, a Szalei elnök úrtól, a Podnár Péter főtitkár, meg a stábom, ki velem dolgozott. Én úgy gondolom, hogy nem lett volna a olyan sikeres, meg ha ezek emberek nincsenek itt. Mondhatom, az első sorban, aki leghosszabb ide volt velem is itt, Kecskemeti, a, a, a Forrai Gábor, Szolnoki por Péter meg ilyenek héten nagyon sok ilyen ember van, melyik azért a, a, a segítettek, hogy erősebb legyek. Meg egy ember szeretném emlékezni, Sörös Ilyenő. Három várost említettél meg egy korábbi riportban, Dubrovnikot, Kecskemétet és Kolozsvárt. Van még több is, vagy ez a három a legfontosabb? De hát ez a városok nagyon fontos, hogy születtem, nem? Kecskemétem leghosszabb rész az életünk, van 15 év. A Kolozsvár egy ilyen emocionális, érzelmi, meg minden örvény volt, hogy ez mai napig is nem felejtő meg. A boha emberek kicsit több akarnak tudni rólam. A kotor, ez a város, hol van a szívünk. Mi ott élünk a kotor, kotor jövőből, ez a, én úgy gondolom, egy ilyen idil, meg a, a, a világnak a szépsége. Azért nem, ez a három város befolyásolja nagyon sok dolog az életem, csak azért van szép részek. Mondjuk a Magyarországon a Szigliget, ez nem rossz, úgyhogy. Amikor az elmúlt évet, évadot befejeztük és befejeztétek, akkor azt éreztem, hogy visszalépsz és két-három lépéssel távolabbra fogod követni a Kecskeméti kosárlabdát, de most úgy látom, hogy teljes gőzzel elánnal, megint ott vagy az élvonalban. Há, én egy-kettő év előtt is terveztem, hogy a, befejezem, és nagyon szívesen átadom valakinek, mit a válogatott, mikor volt, mindig azt mondtam, ha jön valaki, és meg tudja jobban csinálni, jöjjön a vállója -e meg, és azonnal átadom. Tavaly úgy volt, úgy gondoltunk, hogy a Foré Gábor ez lesz, ki végé viszi hosszú évek az egészbe, valahol nem, nem volt szerencsém, valahol nem sikerült úgy a sok probléma volt, nem a kosárlabda, csak a, a, privát probléma is volt neki. Most nem találtunk az ember, ki azt mondja, hello, én vagyok ez, ki tudom irányítani ez a hajó, úgy, hogy kéne. Úgy meg egy év a, 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 elvállaltam, csak remélem van unukám, unukáim van, ok, gyerekek van a életem, figyelj, 60 éves vagyok majdnem. Azért a, 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 nem a, elértem minden. Ez a legrosszabb az egésznek, hogy én nem tudom nyerni több. Semmi, mit nem volt eddig. Háromszor voltam Európa bajnokságban, egyszer Montenegro válogatott, kétszer Magyar válogató. Szolnoki csoporton Európában legmessze mentünk, mint a Magyar kosárlabda emlékszik. emlékszi. A Magyar válogatók elértünk a, a minden. Én úgy gondolom, a klubkosár, nem kell mondani a sikereit, mint volt a Kaposvár, Pécs, Szomló, Kecskemet, meg ilyenek. Úgyhogy csak Kecskemet itt élek. Itt a életünk, itt van a, 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 a ez a kör, melyik az utolsó 12 év nagyon sok tette, hogy mi is jól érezzük magunk, és én nem vagyok ilyen, melyik kiszállom úgy, meddig nincs biztosítva, a következő lépés. Ez a nyáron nem tudunk biztosítani a következő lépés. Én remélem, hogy a, a következő évekből ez meg tudjunk csinálni.